Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jele Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Júliusban indul a nyári diák munkaprogram. Ökoiskola címet nyert a vendéglátóipari iskola Szekszárdon. Közlekedésbiztonsági programot tartottak a Tolna vármegyei székhelyen. Remekelnek a szekszárdi dzsúdósok. Akár több mint 220 ezer forint összegű fizetést is kaphatnak azok a 16 és 25 év közötti fiatalok, akik dolgozni szeretnének a nyáron. Ismét elindult ugyanis a nyári diák munkaprogram. Az eddigi évek tapasztalatai alapján mintegy 800 tanuló részvételére számítanak Tolna vármegyében. A kormány 2023-ban is meghirdette a nyári diák munkaprogramot, amelyet mintegy 3,5 milliárd forinttal támogat. Ennek célja egyebek mellett a fiatalok munkatapasztalat és jövedelem szerzése. A dolognak az a lényege szerintem, és bízom benne, hogy jól gondolom, részben a diákoknak lehetőséget nyújtani arra, aki szeretne dolgozni, hogy legális körülmények között tudjon dolgozni. Nagyon fontos szabály az, hogy 16 év alattiakat például nem lehet ebben a programban, és egyébként sem, tehát a munkajogilag ez kizárt, hogy 16 éven aluli dolgozzon. Tehát nyilván egy legális munkavégzési lehetőséget biztosítani. Én azt hiszem, hogy ennek komoly nevelő hatása is van, szülők is vélhetően örülnek, ami szintén fontos, hogy ugyanakkor viszont nagyon népszerű a munkáltatók körében. Itt általában idénymunkákra lehet gondolni. A támogatást a munkáltató veheti igénybe, a program két pillérre épül, önkormányzati diákmunkára, illetve a fiatalok dolgozhatnak a mezőgazdaság, a turizmus vendéglátás területén. Nagyon fontos, hogy 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók keressék meg a lakhelyük szerint illetékes foglalkoztatási osztályokat. Ott tudnak regisztrálni, ott tudják magukat regisztráltatni szolgáltatást kérőként, és ez azt jelenti, hogy a kollégáink ilyenkor elkezdik hozzájuk párosítani a beérkezett kérelmeket, amiket pedig a munkáltatóknak kellene benyújtani ahhoz, hogy tudjanak diákokat alkalmazni. Ezek a munkáltatók idén önkormányzatok lehetnek, területi települési önkormányzatok, illetve önkormányzati cégek, valamint a versenyszférából a mezőgazdasági vendéglátással foglalkozó cégek azok, akik a diákok munkájára számot tarthatnak. Mindenképpen fontos azt tudniuk, hogy a cégek részéről ugye az elektronikus kapcsolattartás miatt cégkapunk kérjük, hogy a kérelmeket benyújtsák. A cégek részéről a munkahely az irányadó, tehát a munkavégzés helye szerinti foglalkoztatási osztályon kell ezt a kérelmet benyújtani. A diákok pedig személyesen felkereshetik kollégáinkat. Az önkormányzati munkánál a bér 100%-át támogatjuk, itt maximum 6 órás munkát lehet végezni, a mezőgazdaság és vendéglátás területén pedig 8 órás munka is végezhető, annak viszont csak a 75%-át támogatjuk. A támogatás utólagos kifizetéssel kerül elszámolásra, ami azt jelenti, hogy a cégek kifizetik a bért, a munkaszerződés szerinti bért, mert hiszen a diákokkal munkatörvénykönyve szerinti munkaszerződést kell kötniük, és a következő hónap 12-éig kell benyújtaniuk a foglalkoztatási osztályra a bérrel kapcsolatos elszámolólapot, illetve a bérek dokumentumait, és mi utólag kifizetjük a cégek részére. A főosztályvezető hozzátette, hogy az eddigi évek tapasztalatai alapján mintegy 800 diák részvételére számítanak Tolna vármegyében. A szakképzettek 222.300, a szakképzettség nélküliek pedig 174.000 forintot kaphatnak. Tavaly 721 főt tudtunk támogatni, ami jóval magasabb volt, mint amire kaptunk támogatási összeget. Az idei cél 800 fő. Én biztos vagyok benne, hogy a 800 főt el fogjuk tudni helyezni, mert nagyon nagy az érdeklődés. A szekszárdi önkormányzat is csatlakozott a programhoz. A városvezetés 18 tanulónak tud munkát biztosítani. 12 fő a zöldbrigádba fog tevékenykedni, 4 fő a városüzemeltetés keretein belül, 1 fő a anyakönyvi osztályon és 1 fő az adó osztályon. Lényeg a dolognak 2 fő adminisztráció, 2 fő adminisztrációs feladatot lát el 12 a zöldbrigádba. Hát mindenki előtt ismeretés és látja, hogyha a városban millió a tennivaló. Gyakorlatilag itt a fűnyírásokkal, virágültetésekkel és egyéb szépítési feladatok mellette pedig folyamatosan készülni kell és rendet kell tartani a városi rendezvények során és kapcsán.
és hát a nagy munkálatok most már úgy néz ki, hogy rövid időn belül elkezdődnek a zöldváros programnak a megvalósítása a városba. Hát ha nem is annak konkrétan a munkálataiba, de a járulékos tevékenységbe biztos, hogy részt kell venni majd a diákoknak is. És még egy nagy feladat a játszótereknek a karbantartása, a rendbetartása, különböző védőkorlátok, kiegészítő berendezések karbantartása, festése. Nagyon nagy gondot okoz nekünk, hogy szakképzett embereket nagyon nehéz találni, akik a játszóterek karbantartási munkálatait elvégzik, és természetesen az ellenőrzést és aláírási joggal rendelkeznek, úgyhogy a biztonságos játékoknak a biztosítása terén kapcsán. Az előbb említettem, hogy a két adminisztrátor az pedig a városházán fog dolgozni. Gondolom, hogy ugyanolyan eredményes munkát tudunk végeztetni, mint az elmúlt években. Természetesen alkalmazkodunk az időjárási viszonyokhoz, munkakezdés, munkaidő során kapcsán, és hát igyekszünk úgy ezt a nagyon-nagyon jó lehetőséget kihasználni, hogy eredményes munka és látszata legyen a tevékenységnek. A nyári diákmunka program július 1-től augusztus 31-ig tart. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola ökoiskola díjat nyert. Június elején egy ünnepélyes átadó keretein belül vehette át az intézmény igazgató helyettese a díjat a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Erre az alkalomra egy plakátot is készítettek, amiben összefoglalták addigi munkájukat, illetve egy logót is terveztek a gyerekek, ami tükrözi az általános tudnivalókat, illetve az iskola szakmáit is bemutatja. A gyerekek nagyon élvezték a munkát, látszott, hogy érdekli őket a fenntartható, minél kisebb ökolábnyomot hagyó életmód. Pillanatok alatt ötletek születtek, és egy óra leforgása alatt egy 6-8 logót is terveztek. Utána mi elég nehezen tudtunk ebből választani, de muszáj volt, de nagyon jónak bizonyult, és 3-4 instrukciót adtunk át. Ehhez képest nagyon jól megfogták ennek a lényegét, és ebből én azt gondolom, hogy építhetünk rájuk. Tehát nekik vannak alapjaik, foglalkoznak ezzel a témával, és ez nagyon jó. Van, aki itt ismeri meg az iskolában ezt a témakört, de van, akinek nagyon nem új, és fel kell fedeznünk azt, hogy ebben a korosztályban igenis a 15-17 év, 18 éves gyerekek között igen komolyan foglalkoztatja őket az ökoélet, az ökológiai lábnyom kérdése. Az ökoiskola a pályázat kapcsán vállalta, hogy minden e köré a témaköré épülő városi rendezvényhez csatlakozik. Hogy mitől is lesz ökoiskola egy iskola? Hát igazából ennek elég sok kritériuma van. Egy pályázatot kell benyújtani ehhez, de attól még, hogy elnyerjük ugye ezt a címet, vagy egy pályázaton egy nyertesség lehetővé teszi azt, hogy viseljük a címet, attól még nem válunk automatikusan azzá. Sok olyan szóval lehet dobálózni, ami azért elhangzik a köznyelvben, vagy akár a híradóban, vagy nagyon sokat foglalkozik a média mostanság, a fenntarthatóság, az ökó, az ökotudatos szavakkal, de hogy mi van ez mögött, azt sokszor nem is gondolunk bele. És az Öko iskola cím elnyerésével a feladatunká vált az, hogy ezt megéljük egyrészt az iskolában, világosan tegyük a gyerekek számára, a tanulók számára, hogy mi is ez az ökotudatos életműködés. Az iskola mindent megtett annak érdekében, hogy a pályázati feltételeknek maximálisan megfeleljenek. A tanulók a mindennapi élethez kapcsolódóan ismereteket szerezhettek az ökoéletmódról, még a saját szakmájukra vonatkozólag is. A fenntarthatósági héten pedig ennek alapján építették fel tevékenységeiket. Az iskolánk a Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakközépiskola 2022-23-as tanévben nyújtotta be az ökoiskola címre a pályázaton, amit el is nyertünk. Több a féle programot, képzést és egyebeket
vállaltunk ebben, ami részben már meg is valósult, nagyon sok dologgal foglalkoztunk a témahéten, és hát érkezett a jó hír, hogy a címet elnyertük 3 évre, 2026. augusztus 31-ig viselhetjük az ökoiskola címet. Természetesen ez idő alatt is tovább dolgozunk azon, hogy ezt joggal és büszkén viselhessük, illetve hogy pályázzunk ennek lejártakor az örökös ökoiskola címre. Nem csak a hulladékot gyűjtik mindenhol szelektíven, hanem még az utcán szemetet is szednek a diákcsoportok. De készült komposztálógödör, illetve egy magaságyás is a fűszernövényeknek. A Tomoli Katinka általános igazgatóasszony vett részt és vette át a címet a helyettes államtitkár úrtól, köznevelési helyettes államtitkár úrtól, és erre az alkalomra egy plakátot kellett készítenünk, amiben összefoglaltuk az addigi munkánkat, milyen tevékenységeket folytattunk itt az iskolában a diákokkal, illetve egy logót is terveztünk, ami tükrözi az általános tudnivalókat, az általános szakmai ágainkat az iskoláról, és hogy hogyan kapcsolódik össze ez az ökotudatos mindennapjainkkal. Ezt pedig a gyerekekkel terveztettük meg, mert úgy gondoltuk, hogy ők sokkal ötletgazdagabbak, meg ezzel is sokkal inkább a sajátjukká válik. A résztvevők hamar magukénak tudták ezt a programot, lelkesen fogadták be az információkat. A minden apró részletet magába foglaló oktatás során még azt is megtanították a gyerekeknek, hogy például, ha vásárolnak, inkább helyi termelőktől vásároljanak. Szekszárdon szervezett közlekedésbiztonsági programot a KTI Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézet. Az eseményen a nagy csoportból ballagó gyermekek felfrissíthették ismereteiket, és a rendezvény keretében a biztonságos közlekedésüket segítendő ajándékcsomagot is kaptak az ovisok. Biztonságosan az iskolába, ezzel a címmel szervezett nagycsoportos ovisoknak közlekedésbiztonsági programot a Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézet. A KTI adatai szerint országos átlagban évente mintegy 607 év alatti gyermeket ér valamilyen közlekedési baleset, ezért az erre való nevelést már az óvodában el kell kezdeni. A mi célunk az, hogy a jövőben sokkal felkészültebb, jobb közlekedők legyenek majd a magyar utakon, és ezek a gyerekek azok, akik a jövő közlekedői, úgyhogy tulajdonképpen a közlekedésbiztonság mi felfogásunk szerint náluk kezdődik. Ami még nagyon fontos, hogy a közlekedési tárca kiemelt figyelmet fordít a gyermekek közlekedés biztonságára, ebben az intézetünk partner, és a mai esemény egy nagyobb programnak a része. Alapvetően azt szeretnénk, hogy biztonságos közlekedése felkészítés az óvodás korcsoport belinduljon, nagyon fogékonyak, és itt meg lehet alapozni azt a munkát, amit majd később folytatni kell egyébként. Zárójelben mondom, hogy otthon a családokban is folytatni kell ezt a munkát. Nagyon fontos, hogy milyen példát mutatnak a szülők ezeknek a gyerekek. A biztonságos óviba az intézményeket támogatjuk, őket segítjük a nevelési program megvalósításában, és ennek egy programeleme tulajdonképpen a biztonságosan az iskolába, ahol az óvodából elballagó gyerekekkel foglalkozunk, mint ma is. Ők alapvető közlekedési ismeretekkel találkoznak egy ilyen nagyon jó kis játékos környezetben, mégis a valós közlekedési szituációkat képviseli ez a mai rendezvény, ezt mutatja meg nekik, és egyébként abban bízunk, hogy ezek a biztonsági szabályok ezek mélyen beléjük kivódnak, és a közelgő nyári szünetben már hasznosítják. A Közlekedéstudományi Intézet felmérései azt mutatják, hogy az elvárt ismeretekhez képest az ovisok rendelkeznek a legtöbb tudással, ellenben az idősebb korosztályok már nem teljesítenek ilyen jól. Védőfelszerelést, ilyen térdvédőt, könyökvédőt, meg kézvédőt. Először jobb nézek, utána balra nézek, ha nem jön semmi, átmegyek. Amikor a zebrán a lámpa zöldre vált, akkor kell átmenni. Mi ezt mérjük. Tehát azért nagyjából sejtjük, hogy milyen a szabályismeret. Persze itt a személyes találkozásoknál sok új információ meg tapasztalat jön. Az ovisok mindig a legjobbak. Tehát az elvárt tudáshoz képest ők rendelkeznek a legjobb tudással, hála az óvónéniknek, annak, hogy gyakorlatias még a felkészítésük, hiszen sétálnak a településen, látják ezeket az egyszerű szabályokat, és ez be is ivódik, és nagyon befogadóak. Ha leosztályoznánk a tudást, akkor az óvisok 5-öst kapnának. Néha csillagos 5-öst, ebben a városban egészen biztos, hogy így van. Aztán sajnos, ahogy megyünk följebb a korcsoportokba, ez már nem egészen igaz.
Az általános iskolások felső tagozatai már csak középszerűen teljesítenek, a középiskolások hát bukásra állnak ebben a megmérettetésben, ami egyébként azért szomorú és kevésbé vicces, mert ők egyenjogú közlekedőként megjelennek, egyébként a gépjármű forgalomban is már, és még egy dolgot mindig meg szoktunk említeni, hogy 12 éves kortól járművezetőként a gyerekek részt vesznek a közlekedésben, ugye biciklit vezetnek, ami jármű, és főútvonalon is tehetik ezt 12 éves koruk fölött. Tudnunk kell, hogy megfelelő tudással vannak-e felvértezve. Vezető ajándékot. Jó, akinek már van ajándék. A résztvevő gyerekek és minden ballagó óvis Szekszárdon kapott egy csomagot. Amivel ma még készültünk, hogy a résztvevő gyerekek, és remélem, hogy az összes ballagó óvis majd a városban, kap egy biztonságos közlekedési csomagot, aminek az elemei egyrészt a láthatóságukat növelik, mellény, láthatósági hátizsák, egyébként ezt már strandoláshoz meg majd aztán tesi órára menet tudják használni. Másrészt pedig olyan eszközök, ami magát az iskolakezdést támogatja, tehát a szülők is kapnak segítséget, színes ceruza, ceruzakészlet, vonalzó és így tovább, amire szükség lesz, de mindegyiken elrejtettünk valamilyen közlekedési üzenetet vagy közlekedési szabályt. A május és június között megvalósuló 10 várost érintő roadshow utolsó állomása volt a Tolnai vármegyeszékhely. Véget ért az idei diákolimpiai szezon, már ami a judót illeti, a Szekszárdi klub tagjai pedig ezúttal is érmekkel tértek haza. Nyáron pedig folyamatosan táboroznak a fiatalok, hogy az őszi versenyszezonban a legjobbak legyenek. Mozgalmas hónapokon vannak túl a Szekszárdi Gemenzi Judó klub versenyzői. A fiatalokra most rövid nyári pihenő vár, már ami a versenyeket illeti. Ezelőtt viszont még a diákolimpia zárószámán több érmet is sikerült hazahozniuk. Beke Csongor Mosonmagyaróváról ezúttal ezüsttel tért haza. 28-an voltunk összesen, és 5 meccsen volt. És az első, hát az kicsit nehezebb volt, mert egy évvel idősebben mentem, és hát úgy nyertem meg, hogy leléptették. Második meccsem, hát az egy ilyen diákos gyerek volt, és azt könnyen megvertem. Hát a harmadikot, hát az is azt hiszem egy diákos, de azt megnyertem egy iponna. A döntőbe így két szekszárdi judós jutott. Végül Beke és Fülöp György csatájából utóbbi került ki győztesen, így a másik Tolna vármegyei versenyző a második helyen zárt. Hát eddig az idei évvel meg vagyok elégedve. Hát magyar bajnokságot meg szeretném nyerni. Rajtuk kívül még Vasarik Inga lett harmadik. Hát a harmadik helyén lévő mérkőzésen nem kalkuláltuk azt, hogy megveri az ellenfelét, egy honvédos kislányt. Viszont nagyon szépen tartotta magát a hosszabbításig, és a hosszabbításban egy folytással győzött, így harmadik lett. És harmadik lett még Szepesi Botond, aki 4 meccset szépen, mondhatni szépen technikásan nyert. A döntőből jutásig kikapott a súlycsoport legjobbjával, ő tőlem még egy kicsit messze van, viszont a harmadik helyér a súlycsoport másik, harmadik, negyedik legjobbját sikerült megverni hosszabbításba, egy egész mondhatni jó mérkőzésen. A tavasszal indult diákolimpia versenyein meglehetősen szép eredményeket értek el a szekszárdi fiatalok, ezt mondja az edzőjük. Volt már eredményesebb szereplésünk is, viszont amit még nem csináltunk, összesítést csináltunk, hogy melyik egyesületek milyen eredményt értek el a összesített diákolimpia minden korosztály tekintetében, és így egyesületünk a 6. helyen végzett, ami úgy gondoljuk, hogy eléggé kiemelkedő, mondható, hiszen amelyik egyesületek ott vannak az első 15-ben, ott mindenhol 6-8-10 edző, fizetett edző van a klubban, nálunk ugye 3 társadalmi munkás edző. Ha ezt összeviszonyítjuk, vagy összenézzük, akkor igencsak tekintélyes. És ami még kiemelkedő, hogy csak a mi egyesületünk nyert mind a 4 korosztályban diákolimpiai bajnoki címet. A Gemenc Judo Klub házatáján mostanában kifejezetten jól mennek a dolgok. A sportolók egyre több eredményt érnek el a különböző versenyeken. Ez az év eddig nagyon jó, mozgalmas valójában, csak jót tudok mondani a csapatról, felkészülésről, lehetőségekről. Kezdődött azzal minden évben az ifjúsági magyar bajnokság, azzal kezdődik a szezon. Itt hosszú-hosszú éremszerzés után, ami nem arany vagy ezüst volt, illetve ami nem arany volt,
abból a Sáros Diákos már rogyásig szerzett, és hála Isten most minden összejött neki, és ifjúsági országos bajnok lett. Ez ott az első, ami nagyon kiemelkedő teljesítményünk volt. A kicsik azok járták az útjukat, nekik még nem volt magyar bajnokság, viszont a tavalyi évek eredményeképpen a Beke Csongor, a Simon Máté, meg a Fülöp György bekerült a Heraklészes programba, aminek a folyamán Beke Csongi és a Fülöp Gyuri Rimaszombaton, mint serdülő válogatott részt vehetett a egy nagyon nagy nemzetközi versenyen, több mint 900-an indultak. Itt a verseny nagyon jó sikerült, a Gyurinak megnyerte a versenyt, 5 meccse volt. A Csongi egy vitatható feje ért le előbb, mint a szabály megengedni, és ilyenkor azonnali leléptetés van, tehát ő nem tudott előre menetelni, ő megállt a 7. helyen, de nagyon figyelemre méltó teljesítményt nyújtottak. Úgyhogy én meg voltam velük elégedve. Ami nekem egy pici hiányérzet, ez nem az érmekben mutatkozik be, hanem az érmek minőségében. A lányok, mintha kicsit megálltak volna. Tehát majd lehet azt mondani, hogy ugyanúgy hozzák a helyezéseket, érmeket, csak ugye ami eddig arany volt, az most ezüst, esetleg bronzérem. Ott valamit majd meg ki kell találni, hogy fel tudjuk serkenteni őket újból. A versenyszezon ugyan most őszig véget ért, de a táborokban folyamatosan készülnek a fiatalok. Július 16-ától szeptemberig folyamatos tábor van, nyilvánvaló azoknak, akik versenyeznek, azoknak elejétől végéig. Kicsiknek, kezdőknek is van. Augusztusban lesz egy toborzó, a szokásos toborzónk. Ott szeretnénk minél több gyereket bevonni, és akkor haladunk tovább. Ami még nagyon fontos, ez a mi életünkben is, bár igen, valamennyit mi is hozzátettünk, két sportolónk, Simon Máté és Fülöp György országosan, tehát minisztériumi dicséretet kapott, jó tanuló, jó sportoló cím elérésére, ami ugye nem csak nekik, hanem nekünk, mint klubnak is egy dicsőség. Szeptemberben pedig indul az őszi versenyszezon. Szeptember elejéig, augusztus vége, szeptember elejéig vannak az edzőtáborok. Szeptemberben már van egy nagyon nagy nemzetközi verseny Szegeden, az egy jó komoly erőfelmérő, és szeptember végétől december közepéig a IFI korosztályt kivéve, illetve az IFI B korosztálynak is magyar bajnokságok vannak, tehát majd el lehet mondani, hogy majd minden hétvégén magyar bajnokság van. És ami nagyon fontos, a Covid elején megszűnt a csapatbajnokság, a Covid idején. Most úgy néz ki, hogy visszahozzák, a szövetség visszahozza, és ott nagyon szeretnénk a serdülő csapattal valami jót elérni. Tervek tehát bőven vannak a következő időszakra is a Gemenc Judo Klub vezetőségének fejében, ők pedig, mint tudjuk, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezekből a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg, ami csak lehet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!